Hogy mi pontosabban kiköti össze a Budapest Honvédot, az Ajaxot, az MTK-t, az FC Dallast és a MOL Fehérvár FC-t? Sőn Szabolcs személye biztosan. A fiatal középpályása a légiós évek után ismét Magyarországon, ezúttal a Vidiben folytatja pályafutását. Nagyon pozitív élmények, tényleg az első kettő nap, mert már edzettem kettőt a csapattal, nagyon pozitívan fogadott mindenki, a stábtag is, és a játékosok is. Mi győzött meg téged arról, hogy hazatérj? Igazából az elmúlt egy hónapban már szó volt arra, hogy jövök, sajnos az nem sikerült. Beszélgettem most több stábtaggal és több játékossal is, és tényleg mindenki nagyon pozitív véleménye volt a klubra, és így a Fehérvár mellett döntöttem. Szabolcs iránt más klubok is élénken érdeklődtek, azonban nem lesz idegen számára a fehérvári futballközeg, hiszen például Fiola Attilát és Négo Loikot már korábbról is ismerte a magyar válogatottból. Egy olyan játékos vagyok, aki nagyon hamar be tud illeszkedni. Igen, Fiolát és Négot ismerem a válogatottból, szóval velük igazán különleges is a kapcsolatom. Voltak még ajánlataid a fehérvári mellett? Volt, igen, volt egy pár ajánlat, Magyarország és külföld is, de én úgy gondoltam, hogy a Fehérvár lesz nekem a legjobb. A fiatal középpályás arról sem tett le, hogy újra beverekedje magát a nemzeti 11-be. Minél hamarabb szeretnék visszakerülni, hogyha így lehet fogom visszakerülni a válogatottba, mert az elmúlt időben nem kaptam annyi szerepet, mint tavaly, de remélem minél hamarabb magamra tudom ölteni megint a címeres mezt. A Vidi a következő mérkőzését szerda este 19:30-kor játssza a Sóstói stadionban a Kecskemét ellen, és ha Mihael Borisz vezetőedző is úgy gondolja, akkor ez a találkozó lehet Sőn Szabolcs bemutatkozása a piros-kék mezben.